Szavasztok, ez itt a Drill Light, ez pedig a szokásos kis C64-es kis gameplay-ecském. Nos, a soron következő game a Forbidden Forest lesz. Elkezdtem vele egy játszogatni mostanában, így a Wizard of War belelkesülése után. Találtam róla több ilyen online emulátort. És a legjobbak, volt egy ilyen teljes képernyős megoldás, az így a mai napra így bedöglött. Úgyhogy megint vagy 10-20 percig, na meg is döglöttem a picsába. 10-20 percig tartott, mire rábukkantam erre a fosra. Ennek is van ilyen cinematic módja, csak hát az a baj, hogy nem feltétlenül működik valamiért. Megtaláltam egy nagyon jó oldalt, ez az oldal néha így bedöglik. Mondom, tegnap előtt játszottam vele, működött. Munkahelyen játszottam vele, tökéletesen működött. Forbidden Forest, megtaláltam a Péntek 13-at, a Commodore-os verziót. Nagy nehezen a zene elindult rajta, de a játék nem, pedig az, hogy melóhelyen ki is játszottam. Abból ilyen full gameplayt is tudtam volna tolni. Visszatérve a játékhoz, ilyenkor megy a buzitánc. Ilyenkor, hogyha megvan a pálya, akkor elkezd a kis karakterünk táncikálni. Így örül magának, megy az idétlen zene. Boss fight. És első lövésből bazd meg. Első pálya, ez a ilyen darázs van rajta, mint kis boss. Itt is a sárkánygyík ebben a játékban egy ilyen visszatérő elem. Hasonló, mint a Wizard of War, a Wizard of War című játékban. Tehát többször feltűnik, tehát több pályaszegmensen feltűnik az a lény. Majd a BKS után találkozhatunk vele. Egyébként itt rendszeresen el szoktam bukni. Ez egy kurva nehéz rész. Folyamatosan mozgani kell. Maximum addig állhatunk meg, míg megtöltjük a nyílunkat. Egyébként úgy töltjük meg, hogy én most billentyűzeten játszok. És nyomva kell tartani a kontrollt, ilyenkor kihúzza a nyilvesszőt, az be van tárazva, utána hopp, meg is döglöttem. Össze nyomja a picsába. És utána a kontroll második megnyomásával kilövi, tehát eléggé szokatlan. Annó ez mondjuk a Commodore-ra elég nagy szám volt, mert egy picikét így a... Tehát van egy ilyen kicsi térhatása, meg le van animálva, hogy körbe forog a karakter. Ez egy Commodore 64-en ez... Na, sikerült kitolni ezt a pályát, játékot. Commodore 64-en ez egy elég nagy szám volt ez a grafika azért. Ez egy picit van ilyen 3D hatása, a zenéje zseniális. Ez a buzitánc, ez idegesít, ez túl hosszú, meg így táncikál a karakter. Ilyennel húzták ki a játékidőt. Egyébként néztem, ilyen 8-9 perc alatt ki lehet tolni az egész játékot. De ez még csak így a gyakorló fázis nekem, tehát ezzel még többször kell gémelni. Itt a sárkány, meg is döglöttem majd. Pedig többnyire ezeket is első vagy második lövésre. Aha, vége a játéknak. Na most előről vagy ad egy folytatási lehetőséget? Ez Commodore-nál már nem emlékszem, hogy hogy volt. Ez egyébként ez a játék mai napig megvan nekem kazettán. Igen. Continue fire button. Tűzgomb megnyomásával folytatjuk. Ez szerintem az emulátornak a verziója. Nézd, most nem tudom, mi van velem. Megy így a bénáskodás. Na. Egyébként emulátoronként verzió, ez gondolom, ez a... Emulátoronként változik. Az előző emulátoron a béka esőbe döglöttem meg mindig. Viszont a sárkányt egy vagy két lövésből kilőttem. Sőt, a Commodore-os verzióban is azt hiszem simán kilőttem a picsába, ott pedig a joystickkal játszottam, a szarabb volt. Egyik kezemben az irány, másikkal meg azért. Mindegy, új is megdöglöttem. De emeltek a féktelen folytatási lehetőséget ad, az jó. Aha. Úgy tűnik, ez meg lesz nekünk. Legtöbbször a Holdról indult a... Igen, gyorsabban
Mire megfordulunk, addig a telibe is lő ez a szar. Nézd már, bazen. Mondom, emulátoronként változik. Valamikor így a holdról indul, tehát a hold felül. Tehát van egy kis időnk, hogy becélozzuk ezt a köcsögöt. Mert most úgy tűnt, nagyon szar formában vagyunk, tehát ezt gyakorolgatni kell mi. És ilyen kis ilyen unikornis szar van a sárkánynak, az a vicc az egészben. Na nézzük tovább. Ma kezd egyre pofátlanabb lenne a játék amúgy. Igen, újra. Ah, azt épp hogy. Ez nagyon súrolt a maggatyánk szélét, ez a lövedi. Az amiben mire átfordulok, addig a teli belül. Tehát elég lassú, tehát például csak a jobb meg a bal irányt lehet használni, a föl meg a le az az maximum Beyond the Forbidden Forestnél. És bazza túl gyors. Túl gyors, hiába. Esetleg majd lehet, hogy azt kell megnézni, hogy az ívet csökkenteni, tehát nem teljesen átfordul. Na most jön onnan, ahonnan kéne. A hold felül. Nem mozgott ez ennyire gyorsan ezért. Szokatlan. Kifejezetten sokat szívunk így most így ezért. Aha. Ez az. És amit észreveszitek, faszom. Egyre jobban sötétedik a játékba is be. És remélhetőleg úgy van a sztori, hogy túl kell élni az éjszakát. A Beyond the Forbidden Forestben ott már a föllenyilakat is lehet használni. Ott már be lehet menni a háttérbe. Tehát az erdőbe, tehát végig lehet menni a lát. Az már egész jó. Ez hihetetlen. Ott van most ez a kis ház. A Beyond the Forbidden Forestben már eleve jobb a grafika. Ott már végig tudunk menni a házig. Az is egy jó játék egyébként. Annak van egy ilyen dungeon-ebb. Tehát ilyen barlangban játszódós része is. Próbálni kéne, fél évet kéne fordulni. Hát mit galálnak. De most nagyon bunkó most ez a játék. Tehát mondom, hogy tegnap is játszottam, az első lövésből ellőttem a sárk. Lejött így a holdról, lőttem egyet, pont itt telébe bazdnak. Sárkányk, ami ilyen sárkánygyík-szerű. Ilyen szárnyas féreg. Unikornis szarva. Ami most így bal oldalról nem látható, csak jobb oldalról érdekes. Na! Összejött a íves lövés, tehát nem teljesen fordultam át. Mert jó, hogy végtelen az én van. És buzitáncot végig kell nézni. Na. Szerintem lassan ennyi lesz, még a csontit megpróbálom kiiktatni. Nem hiszem, hogy most végig tolom az egész gémet. Mondjuk erről toltam egy ilyen kis bemelegítő videót, hogy majd most így a Wizard of War mellett megy ez is. Hát nem tudom, mert remélem, hogy ez az oldal rendben jön, vagy valami. A péntek 13-mal kéne játszogatni. Itt jönnek a csontvázak. Az például az egy 10 perc alatt kijátszható. Game. Igazából végig kell, hát ismétli magát, tehát valami 10-szer kell megölnöm Jason benne, azt hiszem. És utána újra indul, erőről kezd a játék. Na, hát igen, összeszurkált ez a geci. Már kezd egy picit pofátlan lenni megint ez a kis köcsög játék. Haláltot láthatjuk a fa mögött. Próbáltam kilőni egyébként, nem sikerült. Beszéltek olyasmit, hogy a halált ki lehet lőni, de nem. Én ezt gameplayekben se láttam. Egyébként elég rossz minőségű gameplayek vannak fönn ilyen. Kettő, oppa. Na már kezd pofátlan lenni. Na mindegy. Szerintem elköszönök. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ez volt a Grill Light, még jelentkezek, sziasztok!